Mit kell tudni a tolnai borvidékről? Körülbelül 2400 hektárnyi területen fekszik Tolna megyében, ugye? Nevét innen is kapta. Szekszárdot körülöleli. Három körzetből áll a Völgységi körzet, és itt ez a Tamási térség és a Paksi körzet. Mi pont a Szekszárdhoz vagyunk nagyon közel, Kölesden található az ültetvényünk. Ott 4 hektár, és szekszárdi borvidéken, Medinaszövőhegyen pedig 2 hektár bérelt területünk van. A legfiatalabb borvidék, ugye 98-ban vált el Szekszárdtól, úgyhogy azért sem annyira ismert, mint ugye a szekszárdi borvidék, de Sok jó fiatal borász található itt a tolnai borvidéken. Nekem a szívem csücske amúgy Kölesd, ahol jártunk is, az egész millió, ahogy kinézott a szőlő, meg az a, nem tudom, nekem a Kölesd utánatlanul a kedvenc, de Szekszárd majdnem ugyanaz, igazából légvonalban elég közel vagyunk egymáshoz a két területen. Kicsit jobban tartja a savakat a kölesdi ültetvényünkön a szőlő, és azért valamivel egy kicsivel elegánsabb, gyümölcsösebb stílusú borokat lehet készíteni, és kifejezetten alkalmas rozé bor készítésére, ugye a savak megőrzése miatt. Ami itt a globális felmelegedés miatt egyre fontosabb lesz, hogy nem a legjobb fekvésű ültetvények lesznek a frekventáltak, hanem inkább egy kicsivel, inkább azt mondom, hogy kevésbé érje a napsütés, valószínűleg ezek lesznek a jövőben. Meg ugye ott az ültetvény Cabernet Sauvignon van, és ugye azt mondják, hogy az Magyarországon 10 évente érik be. Hát most már lassan ilyen fajtát kell nézni, ami tényleg a globális felmelegedés miatt, hogy ez egyre az optimális helynek. Egyre több a napsütött órák száma, és ezért tényleg a késői fajták egyre jobban előtérbe kerülnek. Próbáljuk minél természetesebben elkészíteni a borainkat, és minél kevesebb mesterséges anyagot használunk föl, és abszolút nullára redukáljuk ezt, és tényleg azt szeretjük, hogyha a fogyasztóink is megisszák a borunkat, és utána másnap nincsen, nem kell orvoshoz menni fájdalomcsillapítóért, nincsen panasz rá. Minél természetesebb a bor, annál jobb fogyasztani is. És mind annál tovább él, illetve hát mi is szeretjük a borainkat, úgyhogy mi is... Hagyjuk, hogy magától készüljön. Igen. A bor. Itt ugye most például a rozéról, hogyha beszélünk, október közepe, október végi szüretelés, és márciusnál előbb nem hozzuk forgalomba. Itt a derítésnél is csak bentonitot használunk. Csak bentonitot használunk, ez jelentősen hosszabbítja a bor elkészítésének a folyamatát is, de nem is sürgetjük igazából, úgyhogy tényleg ez a szokatlan szerintem itt a magyar piacon, hogy nem szeptemberbe kerül forgalomba a borunk, hanem márciusba. Igen. Szeretjük a nyugalmat igazából, tényleg, hogy az állatokkal is nem beszélnek vissza, jó, megértjük magunkat egymással.